2015 május képregényfest, és két alfabéta díjassal álltunk le az árnyékba beszélgetni. Kezdésként bemutatkozást kérek tőletek. Nos, én Matuszka Máté vagyok, és hát nekem sikerült megírni a kép novella kategóriában. Úgy néz ki az alfa díjas képregényt. Én pedig Kálmán Áron vagyok, a vonal rajzolója. Tervező grafikusként szeretnék elhelyezkedni. Most már tudom, hogy ki mit csinált a projektben, viszont az nem derült ki számomra, hogy egyrészt mióta foglalkoztok képregénnyel, másodszor pedig hol találkoztatok össze. Hát képregénnyel kb. Pár éve foglalkozunk, még be a Random magazin keretein belül találkoztunk, és én ott nagyjából a kezdetektől ott voltam, Áron pedig becsatlakozott, és az első képregényünk, amit közösen csináltunk, a Dark Jest, azt ott találtunk így egymásra, úgymond, és közösen fejeztük be, és kb. azóta is közösen képregényezünk. Miután nekem kifejezetten bejön Áronnak a rajzstílusa, így nekem igazából nem is nagy kérdés, hogy akarok-e vele a továbbiakban is dolgoznia. Így van, egészen biztosan lesz még közös projektünk. Akár további digest részek, akár valami más. Meg fogjuk majd beszélni rövidesen. És gyakran előfordul veletek, hogy pályázatokon indultok közösen? Ez volt az első ilyen alkalom. Illetve az Arcomics pályázatra még beadtuk a munkáinkat. Amiből nem lett semmi. De majd következő alkalom is megpróbáljuk, hát összejön. És ez gyakorlatilag hogy nézett ki? Egyikötök meglátta a kiírást, vagy tanácsát, hogy hello, van egy ilyen, induljunk, van egy ötletem, csináljuk meg? Körülbelül igen. Igazából Áron hamarabb ráállt a pályázatra, és más pályaművel is készült volna. Én pedig valami mással foglalkoztam az elején, de aztán úgy alakult, hogy végül is lett ötletem erre a dologra, és végül is összehoztuk. Oké. Ezt értem, viszont ha jól gondolom, akkor az alapötlet volt az egésznek a kiinduló pontja, amit az Eszter is mondott a méltatásában. Ezt kinek a dicsősége vagy elborult elmének köszönhető, hogy végül is, ha jól gondolom, akkor az alapötlet az egy bármilyen szituációba bejelzhető dolog. Tehát az, hogy most az első világháborús albumba került bele, az pusztán az események véletlen összejátszása, de hogyha a második világháborús, akkor arra is lehetett volna adni, vagy ha 56-os, akkor arra is. Ez mennyire volt tudatos, hogy igen, ezt egy háborús környezetben kéne mesélni? Hát, ha jól emlékszem, én találtam ki talán. És igazából az ötlet onnan jött, hogy én nagyon szeretem a Danton Trembótól, azt hiszem, hogy ő az írója a Johnny háborúját, ami egy ilyen elég érzékenyen viszonyul a háborúhoz. Az is az első világháborúhoz, ha jól emlékszem. És igazából ennek a kapcsán, ugye ez egy nagyon erős drámai hatása van a Johnny háborújának, és hát őszintén szólva ezt szerettem volna lemásolni, és hát jobb híján ez jött ki belőle. A terjedelmi mikor lett, mennyire hátráltatott vagy inspirált benneteket? A legkisebb mértékben, és igazából pont 5 oldal volt a sztori. A másik, és a munkakapcsolatot kezd, hogy nézett ki? Tehát valaki megírta a forgatókönyvet, elküldte, megrajzolta, a másik visszaküldte, ez nem jó, az nem jó, csináld újra. Hogyan működött ez nálatok? Igen, igazából odalként elküldtem Máténak, amit kész volt egy oldal, és együtt megbeszéltük, hogy mit kéne javítani rajta. Hát Máté eléggé részletes forgatókönyvet készített, képről képre kitalálta a dolgot. Működik a közös munka köztünk. Nincsenek vitáink. Ha jól láttam, akkor ez színesben jelent meg. Ez mennyiben volt időben sokkal több plusz, amit rá kellett fordítani? Igazából nem volt sokkal több munka, mint hogy fekete-fehérben készült volna. A színek sokat hozzátesznek, sokkal hatásosabb. Hát szeretek színesbe dolgozni. Korábban fekete-fehérbe kell dolgoznom, a Dark Jazz is fekete-fehér volt. Így rújtam, végre valami színeset készíthetek. Nem csak fekete-fehér munkáim lesznek. Jó, hogy te portfóliumban is.
Utolsó kérdésem pedig az, hogy jelenleg mind dolgoztak, vagy mi az, amivel legközelebb megleptek bennünket? Hát az minket is meg fog lepni, hogy mivel lepünk meg titeket legközelebb, mert egyelőre még mi sem tudjuk, de úgy vannak terveink, hogy merre szeretnénk elindulni, meg hogy mit szeretnénk csinálni. Igen. Szerintem a következő lépés az lesz, hogy most megbeszéljük, hogy mi lesz a következő munkánk. Igen. Vannak terveink. Azt a fiókban dolgoztok, akkor valószínűleg nem pedig valami konkrét helyre adjátok be pályázatként vagy másként. Igen, valószínűleg azt a fiók lesz belőle, és hogyha látunk valami jó pályázat kiírást, akkor be fogjuk ráadni. Így szokott ez menni. Köszönöm szépen a beszélgetést!